paskorban élünk, az embereknek nagyon fontos az anyag. Az anyagot most úgy tudják megkapni, minden egyes bolygón, hogyha van elég pénze, nem? Vagy rosszul látom? Tehát az embernek van elég pénze, akkor hozzá tud jutni az anyaghoz, nem? Gondoljátok végig, mint tudom, van egy dúsgazdag ember mondjuk, tele van vagyonnal meg pénzzel, ugye a vagyon az anyag, nem? És akkor azt mondja, hogy hát már meguntam a régi öreg feleségemet, már le kellene cserélni valami unokakorúra. Mert ez van, nem? És akkor gyakorlatilag a pénzéért megvesz egy anyagot. Érted? Tehát egy olyan hölgyet, aki szinte unokakorú, nem? Na most hallottam egy ilyet, hogy mit tudom én, 70-valahány évesen lett gyerekem, meg 80-valahány évesen, tehát több ilyen példát is olvastam. De itt magyarokról van szó, 80-valahány éves, de ilyen jómódú emberekről van szó. Gyereke lett, 81 évesen gyereke lett. Tehát férfi, nem nő, persze. 81 éves nőnek már nem tud gyereke lenni. De 81 éves férfi, és Maria mondta, hogy hát lehet, hogy mélyhűtve volt neki a... Szóval, és gondold végig, ő mit vesz? Hát biztos egy szellemileg szuperfejlett csaj, nem? Ki van csukva? Tehát gyakorlatilag ő a pénzért megvesz egy anyagot, nem? Aki jó alacsony szinten helyezkedik el szellemileg, főleg azért, mert a idézőjelben a nagypapájával szeretkezik, nem? Hát, nem tudom, te mennyire szeretnél egy nagypapakorú, hozzád képest nagypapakorú emberrel szeretkezni, nem? Furi lenne, nem? Nagyon. Szóval fura lenne. Tehát ő megvesz egy anyagot. Érted a pénzére? Ezt most csak azért mondom nektek, hogy tisztán és világosan lásd, hogy az anyaghoz milyen szellemiség kapcsolódik. Tehát akár egy nőt meg lehet venni pénzért, érted? És mi köze annak a szellemiséghez, annak a nőnek? Vagy a férfinak? Hát semmi. Semmi. Tehát egy ilyen világban élünk. Egy olyan világban élünk, ami lassan az embereknek természetes, érted? De valaki egy kicsit konzervatívabb gondolkodású, akkor fogja a fejét, hogy Atya Isten, mik vannak ebben a világunkban? Nem? Én inkább ebbe tartozom, ebbe a konzervatív gondolkodású emberek közé, hogy elfogadom, semmi gondom nincs ezzel. Csak azt mondom, hogy te jó Isten, hogy ennyi eszük legyen embereknek. Érted? Magyarul semmi. Az ennyi azt jelenti. És emiatt fogja az ember a fejét, érted? Nem azért, mert nem fogadom, mert azt nekem aztán mindegy. Nekem hova nem lesz se kevesebb, se több, se jobb, se rosszabb, érted? Legfeljebb az ember jót mosolyog rajta, hogy ilyen történések vannak. Szóval egy érdekes világban élünk, tehát hogy szemléletesen lássad, hogy mit jelent ez a vaskor, érted? Amikor az emberek szellemileg olyan szintre süllyednek, hogy semmi nem fontos az életükben, csak az anyag. Érted?
nem számít, hogy a unekája korú nő nem tud semmiről se elbeszélgetni, az nem számít, érted? Mert ha már valaki két ember tud egymással közös témáról beszélni, akkor már szellemileg ugye egész jó helyzetben vannak. De egy olyan ember, akik közt van, mit tudom én, 50 év korkülönbség, vagy 40 év korkülönbség, tök mindegy, a mindennapokban miről tudnak elbeszélni? Miről? Hát ott generációs különbségek vannak, jelentős. Esetenként simán két generációs különbség. Jó, tehát mondom, ezt csak szemléltetésként mondom, hogy milyen világban élünk. De nehogy azt mondjátok, hogy az a normális világ, amiben élünk. Tehát az a normális, hogy mit tudom én mondjuk, a férfi nem tud bánni a nővel, a nő nem tud bánni a férfival, de a férfi azt szeretné azt, hogy ő neki mi a jó, és akkor azt mondja, hogy alatt keresek egy másik férfit, mert az is tudja, hogy a férfinek mi a jó. És akkor ők létesítenek mondjuk szexuális kapcsolatot. Vagy fogja az egyik, a másik ilyen nő, aki nem tudja, hogy hogy kell bánnia, nem kapja meg ugye a férfitől azt, hogy mi neki a jó, de hát az tudja, hogy hát a nőként, a nőtársam az biztos tudja, hogy nekem mi lenne a jó, és akkor összehozom magam egy másik nővel. Érted? És akkor ez így tök természetes ebben a világban lassacskán, nem? És még az a nem természetes, hogy nem ilyen vagy, nem? Lassan már ott tartunk. Szóval, mondom, de ezt, ha jobban megnézitek, ez tisztán az anyag, semmi más. Ez a vaskor. Ez a vaskor következménye. Ezekre nem kell csodálkozni. Ez így működik. A vaskor, az teljes egészében az anyagról szól. Tehát nem arról szól, hogy mit tudom én, egy férfi meg egy nő, az általában ellentéte egymásnak. Vagy nem? De. És ezáltal kiegészítik egymást. Két nő hogy fogja magát kiegészíteni? Vagy két férfi hogy fogja magát kiegészíteni? Sehogy. És akkor miről szól a történet? Hogy azért kell az azonos, nem? Mert az akkor szexuálisan ki tudja elégíteni. Érted? Na most a szexualitás az a leganyagabb dolog, ami létezik. Oké? Tehát van, akik ezért születnek vissza a földre, mert olyan jól esett az előző életemben a szexelés, mert más nem érzett jól, csak a szexelést, érted? És akkor visszakívánkozik, hogy szexeljen. Hát basszuskult! Milyen társadalom az, milyen szintű társadalom, hogy az a legnagyobb öröm, amit a szexben megélnek, érted? És másban nem tudnak örömet lelni, érted? Csak a szexben. Milyen társadalom az, milyen szintű társadalom? Tehát nem vagyok a szex ellen, most ne egy félreértsd. Nem le akarok róla beszélni. Még véletlenül se. Főleg, ha jól csinálod, akkor meg aztán végképp nem. Hanem ugye arról szól a történet, hogy átlássuk ezt. Hogy nem csak abból kellene az örömet megszerezni, hogy az ember ilyen anyagi dolgokból próbál örömet szerezni, érted? Az sokkal nagyobb öröm, mikor az emberek fejlődését látod. Az sokkal nagyobb öröm, mikor az emberek megköszönnek neked dolgokat, érted? Amit értük tettél. Az sokkal nagyobb öröm, amikor azt látod, hogy annak hatására, amit csinálsz,
emberek jobbá válnak. Az a jobbá válás kezdődik azzal, hogy mondjuk jobb hangulatú lesz. Érted?